Éjséges egek! Mivel kérdeltem ki én ezt a sorsot? Ahogy tetszik. De ez a cím mit is foglal magában? Korosztályunkat és minden ember életét átszeli a szerelem. Mindannyiunknak tetszik valaki, vagy valami, vagy... Igen, mi? De hogyan tetszik? Mert ez a lényege, hogy ki hogyan tetszik, és mindenkinek máshogy tetszik. Amikor elolvastam ezt a színdarabot, szinte magam előtt láttam, hogy melyik osztálytársam melyik karaktert fogja alakítani, így nem volt nehézség számomra kitalálni az egész történetet. Annyira sokszínű ez az osztály, és annyira büszke vagyok rájuk, hogy mindenki el tudja játszani, és ki tudja magából adni azt, ami ebben a darabban szükség van. És tényleg annyira hálás vagyok mindenkinek, hogy mindig itt voltak a próbákon, hogy amikor kellett, megtanulták a szövegüket, hogy én sose tapasztaltam még ilyet, és úgy érzem, hogy ennek meg lesz a gyümölcse, mert ugye a kemény munkának meg lesz mindig a gyümölcse. Hogyan tudsz azonosulni a szerepeddel? Igazából számomra nem volt túl nehéz azonosulni, mivel Orlandó Marci nagyon jó barátom és szerelmem, és egyszerűen ez volt minden álom, hogy egyszer ezt eljátszassam. Akkor úgy érzed, hogy meg se kell játszanod magad, amikor a színpadon vagy? Nem, és ezért ennyire egyszerű ezt előadnom, mert egyszerűen érzem kettő között a tüzet. Igazából kicsit nehéz, mert ugye nem vagyok egy jó színész, és színészkednem kell. Ugye nem bírom annyira. És kicsit megjelentető néha, de egész jó. Ezt szerintem. Orlandó, mit érezted, amikor megtudtad, hogy Borival kell játszanod ezt a szerepet? Boldogságot. Teljesen fel voltam dobva egy két hétig. Még most részem el, hogy beleszálltak. Hát, próbakő egy drága kő szerepét tölti be ebben a darabban, meg ez az interpretáció, ez valóban egy brilliáns szerepét tölti be ebben a darabban. Johnny semmit nem tölt be ebben a darabban. Egy álmodozó fiú vékony végtagokkal, és hát próbálkozunk. Tehát ez a szerelmi szál kettőnk között, ez nem létezik, most elárulom a kulisszatitkot. Konkrétan utáljuk egymást, és most ebben a darabban valóban el kell játszanunk, hogy... A kedvenc karakterem, tagadni se tudnám, hogy Frecska Viktória, aki próbakült játszani, egyszerűen ez egy brilliáns szerep, hogy ezt nagyjátszák Johnnyval ezt a perzselő, robbanékony szerelmi szálat, ami a valóságot egyáltalán nem fedi. Tehát nekik ez duplán egy nehézséget jelent, hogy ő is elmondta, tehát ez engem annyira erővel tölt el, és ez nekem is erővel ebbe az egész szerepben, ha bár nekünk Viktor ez nem olyan nehéz, mert hát nagyon, nagyon jó barátok vagyunk, de hát igen. Magam sem gondoltam volna, hogy ilyen sok lehetséges ember van ebben az osztályban, és úgy érzem, hogy szívünkhöz nőtt a darab, és teljesen mindegy, hogy mi fog történni bármikor, akármikor, mert ezek az emlékek így lesznek velünk örökre.